Mi volt Gerivel? Láttam, hogy beszélgettetek ketten. Ugye volt az, amikor visszajöttünk Exaborról, és akkor volt egy mondatom neki, hogy jó, mert neked mindig mindenben igazad van, és ez úgy benne maradt. De aztán igazából elkezdtük a felszínt kapargatni, és mondtam, hogy jó, akkor menjünk mélyebbre, mi még a probléma. Aztán jött az, hogy én, amikor rosszabbul teljesítek egy nap, akkor sokkal ingerültebb vagyok, de én elmondtam az én álláspontomat ezzel kapcsolatban, hogy ez egyáltalán nem a játék miatt van, hanem azért, mert együtt élünk, és minden nap történnek dolgok egymás között, ide-oda szólások, mert egyszerűen különbözőek vagyunk, és elkerülhetetlen, és nem ez az egyetlen példa. Ezek annyira felesleges dolgok. Igen, mindenki megtanul. Igen, mindenki megtanul együtt élni a másikkal, elfogadni a dolgait, és nem kell szerintem ezeket annyira feszegetni. Szerintem nagyon túl lett kapva ez a Geris vita. Érződik szerintem mindenkin, hogy itt vagyunk 2,5 hónapja. Én úgy látom Grétin, hogy őt egyáltalán nem viseli meg ez az egész, nincs kihatással a hangulatára, úgyhogy hál' Istennek ezt így ott tudta hagyni.